Én vagyok a tévésámán, bioenergetikus, homeopata, gyógyító. Én érintéssel tapintok. Csi, csá, in, jung, yang, csakra, karma, minden bennem van. És én tudom, hogy minden probléma forrása a fejben kezdődik. Nos, mi a te problémád? Részt vettem egy vitában. És nyertél? Szerinted? Szóval önbizalom probléma lesz a dolog mögött. Aha, és hogy vér folyik a fejemből. Vettél már részt önismereti konferencián? Ott szórtak le. És milyen jellegű volt ez a konferencia? Egy ilyen fejtágító. Eszembe jutott valami. Hát nekem is basszus. Lehet, hogy az emberek irigyek rád. Persze, irigyek, így néznek, hogy nézd a másik csávot, milyen fasz a kés van a fejében, teszek én is. Persze, hát tény, hogy nem sok ember mászkál késsel a fejében. Mert nem divat, azért. Szerintem akkor is önbizalom probléma lesz a dolog mögött. Lehet, nem vagy elégedett az önképeddel, elégedett vagy a magasságoddal. Igen, igen, igen. A testsúlyoddal, azzal is akkor az. Mivel nem vagy elégedett? A frizurámmal. Csak tudnám, mi jár a fejedben? Egy kés. Az is lehet, hogy vitamin hiány. Lehet, hogy A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin kellene a szervezetbe juttatni, meg egy kis vasat. Jó, akkor azt nem. Akkor térjünk vissza a késelésre, úgymond késelésre, hogy nem baleset volt, biztos? De kinyílt a bicska zsebembe, és felcsúszott. Jó, hát akkor gyógyítsunk meg. A csakra energiákkal foglak meggyógyítani. Belső látásom és tudásom azt mondja, hogy az a te problémád, hogy egy szivárvány színű mókus rágja az életfádat. Egy szivárvány színű mókus. Aha. Az életfámat. Az életfádat. Geci állatok. Az a kérdés, mi legyen a mókussal? Küldj rá két Pokémont, intézzék el. Nem, inkább áramoltatok egy kis csít feléd, jó? Áramoljon feléd a csí. Érzed, hogy megy beléd a csí? Az a kérdés, a pozitív vagy a negatív csí okozta ezt a késszúrást a fejedben? Öcsi okozta. Szóval öcsi döntése egy olyan okozati cselekvés sorozatot indított el, amelynek következtében téged egy konyhai vágóeszköz tárolóvá redukált. Nem beszéltük meg ilyen pontosan, de... Mit beszéltetek meg? A rokonságot. És te választottad öcsit vita partnernek? Ő választott engem. Mi alapján? Ilyen szúrópróba. Hát akkor a végső megoldás a karma. Éld tovább az életed úgy, mintha nem történt volna semmi. Ez a késszúrás csak egy tünet. Semmiben sem fog megakadályozni az életben. Egy dologban igen. Miben? Nem tudok sapkát húzni. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.